Miért Kinga? Jó. Ajajaj. Mikor a véletlen? Hoppá! Hoppá! Sziasztok srácok, és üdvözöllek titeket újra itt a csatornán. Nagyon-nagyon jól tudjátok, hogy én csak olyan játékokkal játszom, és csak akkor, hogyha kedvem van hozzá, és az Among Us az az egyike azoknak, amivel szinte minden héten játszunk. Ha nem is videóban, ezt most már biztos észrevehettétek, értelemszerűen, mert nem minden nap az van, hanem a haverokkal, családdal, rokonokkal. Tényleg ez az a játék, amivel képesek voltunk rábírni olyan embereket a játékra, akik sosem ülnek számítógép előtt, mert nagyon-nagyon jó móka, rengeteget nevetünk, és könnyű megtanulni, és jó kis konfliktusokat okoz, amin jól el lehet vitázni. Úgyhogy egy ilyet fogtok most látni. Nem tervezett videó volt, mondtam a srácoknak, hogy be lesz kapcsolva a kamera, és random jeleneteket felvettem, és összevágtam úgy, ahogy szerintem vicces lesz. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel, reméljük sokat fogtok nevetni. Levi, olyan vagy, mint egy darab kaki. Kalappal a fej. Kalappal a fej. Egy kalap kaki. Ez Zsidi meg Gergő. Na. Ez hogy? Hacker, nézzük, beválik-e a jóslata. Nincs visual. Kikapcsoltuk Dávid kérésére. Köszönöm. Hát akkor ez... Nagyon szép fashion. Ja, és Ádám azt írta, hogy most lehetne. Lol, ok. Elfoglás. Igen. Fiatal... És Gyöngyi? 10 éves fiú. Gyöngyi, egy 10 éves fiú? Nem, Ádám, hogy beszélek. Jaj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 
Ebből ki tudod magad vágni? Ezt te voltál. Hát most, hogy mondod amúgy, Marci, lehet, hogy tényleg ő volt ez. Ki volt ez a kettő, és akire ketten, és tire szavaztatok? De miért? Én azt hittem Isti volt. Én nem láttam semmit, de azt hittem Isti volt. Na jó. Nem vettelek észre, hogy olyan sokan ott vagytok egy rakásunk. Kicsit gyorsan mindenki ott volt köbben. Próbáltam elszaladni, de már. Nem baj, jó kör volt, szerelem. Gyors kör volt. Jó kör, jó van, nem tudok beszélni. Jó kör. Szökő évente egyszer vagyok imposztor. Nekem is nagyon ritka mostanában. Kinga, miért tudtam? Hát nem megyek csinálni a... Ez a Levi volt. És te miért jössz a hátam mögött? Amikor reaktorba kívül... Valaki jön segíteni? Itt vagyok. Én is itt vagyok. Jó. Marci is így gyanúsítgat, és ő az egyetlen, aki nem jött. Én csinálom. Összekötöm a kábeleket. Persze. Ez az egy feladat, amit megjegyeztél. Ez a memória feladat, ez annyira idegesítő. Meghalt. És én Gergővel voltam. Igen, ez igaz. Én Gergő, Zsidi hülyefej vagy Kingucskó? Jaj, persze. Hülyefej csinálja az egy perces feladatát. Én jöttem oda jobb oldalra. Én a memória feladatot csináltam. De lehet az... Te milyen feladatot csináltál? Velem volt elektrikában is csinálta, ez tény és való. Akkor igen, Kinga? És akkor Gergő volt. Én skipelek, mert én... Vagy Levi megijedt, miután megölte, és Gergőre akartak enni. De hogy? De nem kenni senki, mi együtt voltunk az elektrikában, a Hulla pedig a storage-ba volt. Miért Kinga? Na jó, én voltam. Én nem szavaztam volna rád. De honnan tudtátok? Kötögettem a mazzagot erre. Honnan tudtátok, hogy... Isti, te most mit jelenteted a sokáidat? Igen. Hol vicces volt. Ó-ó. És én pont összefutottam a Levivel. Jó. Ajajaj. Mikora véletlen? Mikora véletlen? Hát te felső rak! Most komolyan ezért rám szavaztok, meg se egészek, hogy mondjak valamit. Jó, mondjad, Levi. Mondjad. Most már mindegy, jó, szavazok magamra. Én voltam az. Mikora véletlen? Mikora? Én voltam. De ne vald be. És de ne. Akkor ez Isti. Hát akkor ez Isti. Hát azért. Ha nem lenni, akkor én. Hát neki rákented. De mert én őt láttam jönni. Hát igen, mentem a feladatomat csinálni.
A kis feladatom. Én ezek után meg leszek a feladatokkal. Én is készen vagyok, most sem az utolsó. De a lámpa nem, lehagy jó lenne, ha szellemként is lehetne ölni. Vagy az kísérne. Jó. Én is, nekem még van egy. Én úgy gondolom, hogy a gombot meg kell nyomni, ami azt jelenti, hogy... Várj! Hogy én tudom, most hogy ki jó. Az imposztor. Tehát a gombnyomás elkezdődik. És ki? Isti, magyarázd meg, hogy a kamerán miért láttam, hogy a barátomnak a torkát elvágják. Ezt szeretném tudni. És most jön az, hogy hát de azért. Hát de az nem úgy volt. Én zsidire szavaznék. Hagyjál már! Ez lehet egy fals infó is. Amúgy! Ilyen hanglejtésem! Amúgy! Lehet Gergő volt az? Lehet én voltam, és bereportolom magam. Azért Dávid kapott egyet! Nagyon elviszes hajad van. Az a fránya kamera. A fránya kamera. Úgy tudod amúgy, ha megy, hogyha pirosan villog, és akkor nézi valaki. Nem szabad ölni. Képes voltál megölni engem rögtön kapásból? Meg kiszavaztatta a testvéred! Kitekert az a gyakamat! Most nem fogtok össze a testvérek. Testvérek összefogni. Most nem. De még hogy megvádolt a Levit is rögtön? Azt kibeszélte, érted? De én Levi olyan... De tényleg szembe jött velem. Na látjátok? Csak hát én jöttem, hogy jöttem, csak egy itt vagyok a felsőnél, megcsinálom. Arra se adhatok időt, hogy kimagyarázzam magam. Ugye miért? Csináljátok? Aha, de nem én. Na? Na, van egy hipotézisem hülye fejjel kapcsolatban. Milyen jól hangzik? Mentem lövöldözni az aszteroidákat, és oda jött senki, mert nincs vizuáltasz. És oda jött hülyefej, körbe ment, nézett, majd elment, de nem csinált semmilyen feladatot ott. Marci. Nem igaz, ott se voltam, az étkezőben voltam, mert most ezt a mappás feladatot csináltam. De bejöttél. Mi hárman voltunk, biztos ott se voltam. Szavazunk rá, aztán meglátjuk. Esküszöm. A bármire. Hát, nekem ez egy erős voksrád. Én skipelek. Én nem ilyen magyarázat után. De akkor játszátok, nyeljétek le! Na! Nem estél! Az igen! Mindenki az kettes! Igen. Az igen! Hát nem igaz, az anyámat levadászom. Micsoda? Hallottátok? Ilyet csak egy gyilkos mondana. Na jó, és tényleg! Na jó, szerintem amúgy zsidi az, de semmi gond. Amúgy igen, ez furcsa, hogy így bemárt valakit. Nem, én nem szoktam ide bemártani senkit, nekem csak ezért volt fura. Itt volt, persze? Én mindenkit... Én innentől kezdve mindenkit óvaintek hülye fejtől. Persze, nyilván. Hát csak mert hogy most is elmentél a feladat mellett. Mert nekem amúgy... nem ott van a feladatom, itt van, csinálom a feladatomat, az elektrikába van. Amúgy azt meg kell, hogy mondjam, hogy én bementem oda ahhoz az egyperces feladathoz. Marci bejött és elment. Csak bejött, nekem ott nincsen és... feladat. Hát akkor miért jöttél be? Benézett, hogy milyen a levegő. Én még mindig úgy megyek a térképen, hogy meg van nyitva. Hoppá! Hoppá! De tudtam Istenem, hogy nem kell onnan elmennem. Annyira mi történt? Levi megölte Marcsit! Miért Levi? Elektrikában volt Marci és Kinga, és mondom, elmegyek, te ott maradok, és utána visszajöttem. Pont azt öltem el! Meghalva Marci. Na. Jaj, de jó, Isten. Mi? Miért volt az a kettő, aki Kingára szavazott? Ez most komoly. Ne idegesíts ezt. De miért szavaztátok ki, Levi? Hát ez Levi volt, én ezt nem értem. Kinga még be is vallotta, érted? Be is vallotta! Csak azt hallottam, hogy Levi megölte is. Na jó, két szavaztatok azt, akkor 10 másodperc múlva nyomjuk a gombot. Tehát volna szép, ha 3-an vagyunk, akkor megnyerik. Úristen! Hát én ezt nem is értem, Levi, én pedig
De most akkor Kingával nem mehetek a reaktorba. Engem úgy meggyőzött amúgy Kinga. Kinga még próbálkozik. Hát ez csak visítva röhögött igazából, semmi nem csinál. Ne. Menjetek a felső hölgyük! Megyek! Sziék! Sziék! Amúgy ne te félj! El fogja vágni a torkod! Én még a feladatomat megcsinálom. Én láttam! Ez Isti volt! Isti volt, jó, oké! Ez Isti volt, én láttam! De én maradtam, engem ne vezessetek meg itt! De amúgy ki szavazott rám? Én Kingára szavaztam. Elkezdtem azon, én Levi visz! Én elhiszitek neki, érted, hogy én nem csináltam a feladatomat.